Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Találja meg nálunk szerettei karácsonyi ajándékát. A hűtőmágnesektől a kötényekig, a bögréktől a fakanálig sok-sok városlogós termékkel várjuk Önt. Érdemes szétnézni nálunk. Ha 6000 forint felett vásárol a Város Marketing irodában, akkor megajándékozzuk Önt egy 2018-as fali naptárral. A Nemzetiségek napját ünnepelték, ittadták át a halasi cigányságért díjakat is. Az egyik elismerést posztumusz kapta Rostás László, a másikat Farkasné Vodrin Zsuzsanna vehette át. Kórházi karácsony, együtt ünnepeltek a dolgozók és a betegek. Megkezdődött az ünnepek előtti bevásárlási roham, a tolvajok pedig keresik a lehetőségeket, így nem állt vigyázni az értékekre és a pénztárcákra. A család és a szeretet a legfontosabb az életében, 90. születésnapján köszöntötték Lovászi Istvánnét. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió kedvesti hírműsorát látják. December 18-a a Nemzetiségek napja. Ezt tegnap Halason meg is ünnepelték. Ekkor adták át a cigány nemzetiségi önkormányzat halasi cigányságért díjait. Az egyik elismerést, posztumuszt adományozták Rostás Lászlónak, a másik kitüntetést Farkasné Vodrin Zsuzsanna vehette át a cigányság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A magyar és a cigány himnusszal indult Halason a Nemzetiségek napi ünnepség, majd Rideg László, a megyei önkormányzat elnöke mondott köszöntő beszédet. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy segítenünk és ápolnunk kell, és mindenkinek a saját nemzetisége szerinti kultúráját ápolnia kell ahhoz, hogy ez fönnmaradjon, és a gyermekek példát vehessenek a szüleikről. Azt hiszem, ez a legfontosabb. Tehát minden egyes gyermek, mi valamennyien úgy nőttünk föl, hogy azt néztük, hogy mit csinálnak a szüleink, mit csinál anyukánk, édesanyánk, édesapánk. És az ívódik bele mindenkibe, és azt próbálja, vagy ha nem próbálja, akkor is azt követi felnőtt életébe. Most adták át a halasi cigányságért díjakat is. Az egyik elismerést posztumusz adományozták Rostás Lászlónak, aki egész életében a cigányság felzárkóztatásáért dolgozott, és szívügyének tekintette azt, hogy a fiatalok tanuljanak, szerezzenek szakmát, végzettséget. Az elismerést Dujmov Anikó vette át. Természetesen egy halasi csipke is. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük az egész család nevébe. Köszönjük. Halasi cigányságért díjat vehetett át Farkasné Vodrin Zsuzsanna, a halasi rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési fő előadója. Az évek folyamán ő is sokat tett a cigányságért. Köszönjük szépen a munkádat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akinek eszébe jutottam, mindenki, aki támogatott, és mindenkinek, aki most velem együtt törünk. Köszönöm szépen. Nagyon meghatottam, és emellett nagyon örülök. Amióta megelőzéssel foglalkozom, én mindig a szívem csücskének éreztem a cigány gyerekeket, és Rostás Lacival ténylegesen megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a gyerekek tovább léphessenek, és a mai este is azt bizonyítja, hogy igen, vannak köztük nagyon tehetséges gyerekek, és nagyon fontos a felzárkóztatás, nagyon fontos a tehetséggondozás, úgyhogy én azt megérhetem, hogy lehetőségeimhez mérten a közeljövőben is segítem a cigány kisebbségi önkormányzat munkáját. A Nemzetiségek napjára tehetséges fiatalok versekkel, mesével, énekkel, zenével és tánccal készültek. Az esten Fülöp Róbert polgármester ünnepi beszédében kitért a pályázati sikerekre is. Azt gondolom, hogy jó úton haladunk, rengeteg feladat és kihívás áll azonban még előttünk, amelyek megoldásra várnak, de szerintem azzal együtt, ahogy akár itt a nyári
felzárkóztató táborokra gondolok, vagy akár az étkezés megszervezésére, újraszervezésére. Rengeteg dologban tudtunk előre haladni az utcabizalmi hálózattal. Szóval én magam úgy érzem, hogy a megkezdett út jó, és jó irányba haladunk. Én remélem, hogy ezt nem csak én érzem így egyedül, hanem itt a teremben többen hasonló véleménnyel vannak velem. Én azt kívánom, hogy sikerüljön jól a következő pár évünk is. Szűcs Csaba alpolgármester, a megyei közgyűlés elnökének rómaügyi főtanácsadója, a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke évértékelő beszéddel zárta a rendezvényt. Többek között ismertette az idei eredményeket, és szólt arról, hogy sokan dolgoznak a felzárkóztatásért. Egy nagyon jó csapat jött össze, az intézményvezetőktől kezdve, maga az önkormányzaton keresztül, mindenki egy irányba megy, és mindenki azt szeretné, hogy tényleg a roma társadalmunk is fel tudjon zárkózni. És a felzárkóztatás alatt nem feltétlenül azt értem, hogy egy jobb körülmények között, hanem ezeket a gyerekeket, akit itt láttunk, ezeket kell egyébként tovább követnünk, és tovább vinnünk egyébként a felnőtt korig. Mert ha ezek a gyerekekből lesz valaki, akkor azt gondolom, hogy teljesen más megítélése lesz a roma társadalmunknak is. Aki ügyeket szeretne intézni a Halasi Városházán, még most a héten menjen, mivel a két ünnep között igazgatási szünet lesz. A képviselőtestületi határozat alapján december 27-től 2018. január 2-áig rendelték el az igazgatási szünetet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban. Ez már évek óta bevett gyakorlat. Az igazgatási szünet alatt a Városházán az ügyfélfogadás csökkentett létszámmal történik előzetes telefonos egyeztetés alapján. Január 3-tól viszont már ismét a megszokott rendben üzemel a hivatal. A Felsőbácskai Hulladékgazdálkodási Kft-nél, vagyis a hulladékszállítási szolgáltatónál is módosul az ügyfélfogadás az ünnepek miatt. A cég közleménye szerint Halason december 21-én, illetve 27, 28 és 29-én is szünetel az ügyfélfogadás. Ez idő alatt a Vaskúti ügyfélszolgálat áll rendelkezésre. A szemétszállítás viszont az ünnepek alatt is a megszokott rendben történik majd. Így információink szerint december 25-én és 26-án, illetve január 1-én is ürítik majd a kukákat. Ma délután tartották Halason a kórházi karácsonyt. Az egyházak képviselői a karácsony üzenetéről beszéltek, és Szepesvári Szabolcs főigazgató is elmondta ünnepi gondolatait. A kórházi karácsonyon az egészségügyi dolgozók mellett az osztályokon fekvő betegek is részt vettek. Énekek, versek, meghitt gondolatok a kórházi karácsonyon. A Széledi Gimnázium diákjai mellett a történelmi egyházak képviselői is jelen voltak az ünnepségen. Édes Árpád a református, Hontérén az evangélikus, Friber Tibor a baptista, Berki József pedig a katolikus egyház képviseletében mondta el ünnepi gondolatait. A mai világban, amikor az ember sokszor a külsőségekkel van elfoglalva, hogy milyen ajándékokat vásároljunk, mennyit költsünk, ezek szerintem nem részletkérdések, hanem még inkább az a fontos, hogy hogyan tudunk felkészülni, ahogy főigazgató is mondta, hogyan tudjuk lelkünket megnyitni Isten szeretet előtt, hogy be tudjuk fogadni karácsonynak az ünnepét. Nem csak az intézmény dolgozói, hanem a kórházban fekvő betegek közül is többen részt vettek az ünnepségen. Fáj a lábam, és itt fekszem bent, és akkor ez közel van, és eljön. És jó. A betegek közül sokan készülnek haza az ünnepekre, mert családi légkörben az igazi a karácsony. Még ha az embernek egy kicsit fáj, otthon még az se fáj annyira, jó lesz otthon. Én mindig is tiszteletbe tartottam a karácsonyt, és nagyon szerettem, és ha már bent fekszem, akkor, és ilyen lehetőség van, akkor följöttünk. Amúgy is a református istentiszteletekre el szoktam járni. Az ünnepre sikerül-e hazamenni? Igen, pénteken haza tudok menni, és akkor otthon ünnepeljük családdal. Szepesvári Szabolcs, a Halasi Kórház új főigazgatója is köszöntötte a megjelenteket. Sok a munkája, hiszen nemrég vett át a vezetői feladatokat, de fontosnak tartja a kórházban is az adventi légkör megteremtését. Egy csomó hivatalos dolog, ami ugye ráadásul úgy szakadt a nyakamba, hogy előtte ilyen
tapasztalatokkal kevésbé rendelkeztem, de ebben mindenképpen helyet kell biztosítani annak a lelki egyensúly helyreállításnak, amit ugye a karácsony jelent családi környezetben is, meg akár itt a betegeinknek is. A kórház próbálja a bentfekvő betegek karácsonyát is meghittebbé tenni. Az osztályok ünnepi díszt kaptak, de a lelkeket is próbálják feldíszíteni, és így is tartani a hétköznapokban, hiszen a betegeknek szüksége van a jó szóra, mondta a főigazgató, aki azt is fontosnak tartja, hogy az év végén minden dolgozó egy kicsit tudjon pihenni, ezért így próbálták megszervezni a beosztásokat. Ja, jó magam is részt veszek a karácsonyi hétvégének az ügyeletében is, és ugyanígy ez vonatkozik ugye az új évre is, aminek otthon kevésbé örülnek, de hát az ember nem kerülheti ki azt, hogy jó példával járjon elől. Jön az ünnepi bevásárlási roham, nagy tömeg lesz az üzletekben, piacokon, karácsonyi vásárokon. A bűnözők pedig előszeretettel használják ki a zsúfoltságot. A rendőrség azt kéri, mindenki legyen figyelmes, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává. Fontos, hogy bevásárlás közben a pénztárcáját senki ne hagyja szem előtt. Célszerű csak a szükséges összeget magunkkal vinni, és az autókban se hagyjunk értéket, áll a rendőrségi jó tanácsokban. Ezen a héten is tartanak Halason az adventi tér programjai. Ma a Kiskunhalasi Általános Iskola karácsonyi műsorát láthatták az érdeklődők, illetve a Csólyospálosi Tambura zenekar lépett fel. Szerdán délután 5 órakor kezdődik a főtéri színpadnál a Gólyafészek óvoda műsora. A Halas Teátrum zenés estje holnap 17:30 kezdődik. Csütörtökön 5 órakor pedig az Ilgetto Nero Quintet lép fel. A hosszú élet titka a sok munka és a család szeretete. Ezt mondta a 90 esztendős Lovászi Istvánné, akit Fülöp Róbert polgármester köszöntött ma délután a jeles alkalomból. Az ünnepelt kamaránk előtt elevenítette fel az elmúlt 90 évtized legmeghatározóbb pillanatait, és hálája jeléül még egy verset is elszavolt a jelenlévőknek. Engedje meg, hogy köszöntsük születésnapja alkalmából, és jó egészséget kívánjunk a város minden lakója nevében. Egy Bercsényi utcai lakásba érkezett ma délután Fülöp Róbert polgármester Simon István szociálpolitikai csoportvezető kíséretében. A látogatás apropóját az adta, hogy az itt élő Lovászi Istvánné a napokban töltötte 90. születésnapját. A jókívánságok mellé a városvezető átnyújtott egy virágcsokrot és egy díszoklevelet is, amin Orbán Viktor miniszterelnök aláírása szerepelt. Marika néni örömmel emlékezett vissza kameránk előtt élete eddigi 9 évtizedére. A tanyán, ahogy éltem, nagyon szép életem volt ott. Jó levegő és vidám gyerekkor, és a szüleim nagyon, nagyon szerető szüleim voltak. És sokat szerettem énekelni, dalolni, a nótákat nagyon szerettem. A hitem és a gyerekeim szeretete, ez a legfontosabb nekem már az életben. Most már, meg a szomszédaim, azokat is szerettem, és olyan jól esik, mikor megkérdezik, hogy Marika néni, hogy van, régen láttam már, csak nincs valami baja. Annyira nagyon jók a szomszédaim, és mindenkivel békességben vagyok. Marika néni 1927. decemberében született, élete nagy részét Balotán töltötte, női szabóként dolgozott, majd nyugdíjas éveiben költözött Kiskunhalasra. Az évtizedek során 3 gyermeke, 5 unokája és 5 dédunokája született. Az elmúlt hétvégén a család együtt ünnepelte meg a jeles évfordulót. Gyermekei azt mondják, édesanyjuk a példakép valamennyiük számára. Nagyon-nagyon kitartó, nagyon-nagyon. Tehát én amióta úgy föleszméltem még kicsi koromban is, tehát mindig voltak céljai, és általában mindig megvalósította a céljait. Tehát a kitartást, én azt mondhatom, hogy a kitartást, a jó kedvet örököltem tőle. Az biztos, hogy az ünnepelt szellemi frissességét sok fiatal is megirigyelhetné. Marika néni a mai napig nagyon szeret például verseket szavalni. Kis szobába toppanék, röpült felém anyám, és én csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcsöfán. Arra a kérdése pedig, hogy mi lehet a hosszú élet titka, a következő választ kaptuk. Sokat dolgoztam. A munka nem esít, és enni meg mindenevő voltam mindig. Hát én a 95-nek nagyon örülnék, a 100 az már nagyon sok, az már nehéz. Az már nagyon nehéz. Akkor már nem tudok fölkelni innen, hogyha leülök, csak a fölemelnek. Úgyhogy inkább 95, azt szeretném még megírni.
Szerdán reggel kibővített oldalszámmal jelenik meg a Halasi Tükör idei utolsó kiadása. A lap az ünnepvárás jegyében készült. Az újság beszámolt a nemzetiségi napról és az ott átadott elismerésekről. Két egyenként 100 millió forintos sportberuházást adtak át a napokban városokban. Mindkét eseményről képes beszámolót közöl a Tükör. Beiktató szentmiség kapcsán Kiskunhalason járt Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek, aki üzent a halasiaknak a közelgő ünnepjegyében. A lap újságírója ott járt egy különleges esküvőn, a beszámolót elolvashatják az ünnepi lapszámban. És most röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. A nemzetiségek napját ünnepelték, ittadták át a halasi cigányságért díjakat is. Az egyik elismerést posztumusz kapta Rostás László, a másikat Farkasné Vodrink Zsuzsanna vehette el. Kórházi karácsony, együtt ünnepeltek a dolgozók és a betegek. Megkezdődött az ünnepek előtti bevásárlási roham, a tolvajok pedig keresik a lehetőségeket, így nem állt vigyázni az értékekre és a pénztárcákra. A család és a szeretet a legfontosabb az életében, 90. születésnapján köszöntötték Lovászi Istvánnét. A folytatásban jön az időjárás előrejelzés. Ezt követi a napi mozaik. A minap ajándékcsomagolási bemutatót tartottak a Vári Szabó szakképzőben. Erről mutatunk felvételeket, ami jól jöhet azoknak, akik még az ajándékok becsomagolása előtt állnak. 7:30-tól már Tóth István várja önöket a sporttal. Szia, milyen témákkal várod a nézőket? Szia, köszöntöm a kedves nézőket! A 2017-es esztendő utolsó sportmagazinjában beszámolunk a Sport az Esélyért Egyesület idei záró eseményről, természetesen sportos eseményről van szó, játékos sportverseny volt és labdarúgás is, valamint a Connection és a Sziládi Homokupa történéseiről, és még kézlabdázni is fogunk. Vendégünk Demeter József lesz, a kiskunhalasi UKSC elnöke, akivel a minden eddiginél különlegesebb évről, a 2017-es esztendőről beszélgetünk majd. 7:30-kor várom önöket. Köszönöm a tartalomismertetést, önöknek pedig a figyelmet. Holnap ugyanebben az időpontban ismét várja önöket a híradó, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.